felkészültek az újabb rohamra, húsvéti körforgalom, első osztályban fog tanítani Miklóssy Krisztián, gyümölcs árak a karcagi piacon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 26-án 18 óra 5 perckor. A Betánia gyógyszertár felkészült gyógyszerekből, kézfertőtlenítőkből és maszkokból is a rohamra, tudtuk meg dr. Szalai Lászlóné szakgyógyszerésztől. A patikában számítottak arra, hogy a betegszám növekedett, hogy nagyobb lesz a gyógyszerforgalom, így felkészültek rá, nem tapasztaltak gyógyszerhiányt. Mi számítottunk arra, ahogy a betegszám növekedett az országba, hogy valószínűleg nagyobb lesz a gyógyszerforgalom, hiszen a több beteg több gyógyszert is fog igényelni, tehát felkészültünk rá, nem tapasztalunk gyógyszerhiányt. Azonban az a félő gyógyszervásárlási láz, amely egy évvel ezelőtt volt, olyat nem tapasztalunk, és ez azért megnyugtató. Tehát könnyebb a munkánk ezzel a gondos eljárással. Igen, megugrott a fertőtlenítőszerek és az FFP2-es maszk vásárlása, mivel hallják, hogy több országban kötelező. Ebből is van rendesen készleten, folyamatos az ellátás. Megugrott a fertőtlenítőszerek vásárlása és az FFP2-es maszkok vásárlása is, hiszen hallják, hogy több országban kötelező is a komolyabb maszk használata. Számítottunk rá, de folyamatos az ellátás, nem tapasztalunk hiányt ezekből sem, hiszen az ország fölzárkózott ezeknek a gyártására, beszerzésére. A vitaminokat is keresik az emberek, itt is van választék, épp úgy, mint a Covid szűrőtesztekből. A vitaminokat továbbra is viszik, hiszen tél vége van, szükséges a vitaminpótlás, tehát ugyanúgy a C-vitamin, multivitaminok. De újabban az embereket az is érdekli, hogy milyen az immunállapotuk, és keresik a szűrőtesztet is. Mostantól a házi orvos is felírhatja, és gyógyszertárban is kiválható a favipiravir gyógyszer, amely azoknak segítség, akiknek nem feltétlenül szükséges a kórházi ápolás, és alapbetegsége megengedi, hogy otthonában gyógyuljon. Nagyon jó hír ez. Megnyugtat bennünket is, és egy megnyugvás lehet a lakosságnak is, hogy egy bizonyos gyógyszer, a favipiravir nevű gyógyszert az Aegis gyógyszergyár itthon, hazánkban gyártja, és most már nem csak a kórházi benfekvőknek jut ebből, hanem akinek az alapbetegsége megengedi, hogy otthonában gyógyuljon, és nincs szüksége okvetlenül kórházi ellátásra, az itt a gyógyszertárban kiválthatja. Ez most jelent meg az OGYI honlapján, egy pár napnak el kell ahhoz telnie, hogy mi is be tudjuk ezt szerezni, és a többi gyógyszertár is fölkészüljön erre. 5 napos a kezelés, és azt tapasztalják a kórházakba, hogy a vírusbetegség kezdetén igenis jó hatású. Nincs mindenkinek erre szüksége, hiszen az enyhébb fertőzés nem is kell, hogy elnyomjuk, hiszen akkor alakul ki a szervezetben védettség. Nagyon hatékony ez a gyógyszer a vírusra, viszont magzatkárosító. Így akár férfi szedi, akár nő, a beteg, ki kell, hogy töltse a beleegyező nyilatkozatot, hogy igenis hát védekezik, és a kezelés 5 napja alatt, és még utána legalább egy hétig, ezekre mind figyel. Boldizsár Ferencné a vitamint, kézfertőtlenítőt és a maszkokat már jó előre beszerezte, most csak a szükséges gyógyszereket váltotta ki.
Egészséges étkezést folytatnak, így kevesebb plusz vitamin kell. Vitaminokat, D-vitamint, kézfertőtlenítőt, amit szükséges a mindennapi használathoz, azt mindenképpen, de egyébként is egy olyan vegyes étkezést folytatunk, vagy vegyes étkezésen vagyunk, hogy kiugróan magas vitaminokat nem szükséges, mondjuk téli időben igen, de alapvetően egy olyan étkezést folytatunk, amihez kiugróan magas vitaminokat nincs szükség vásárolni. Nyugdíjasként keveset jár boltokba, de komolyabb maszkokat is vett az egyszer használatosak mellé, így ha az lesz a kötelező, neki már van. Különleges ünnepi élményben lehet része annak, aki Jászapártin átutazik. Ünnepi hangulatba öltöztették a körforgalmat. Óriási húsvéti tojást faragtak ki, amelyet a körforgalomba helyeztek el. Maga a készítés az barátokkal, fiatalokkal összefogásban, éjszakákon át, úgy mondhatnám, mert elég sürgős volt. Ez, mivel nem sokkal húsvét előtt találtuk ki ezt a dolgot, hogy csináljuk meg, és azért hát elég nagy volumenű dolog ez, hogy így délutánonként és éjszakánként dolgoztunk vele. Helyet biztosított Pócs János országgyűlési képviselő úr, ahol egy garázsban, ahol meg tudtuk ezt a dolgot csinálni. Vállalkozók, barátok segítettek mind az anyag felajánlásban, tehát tulajdonképpen úgy sikerült összehozni ezt a tojást, hogy barátokkal közös munkában és felajánlásokból az anyagot, tehát nem került tulajdonképpen pénzbe az egész, és ennek az igazán nagy értéke az, még hogy egy igazi jó kis közösségépítő volt szinte az egész városnak, mert a kicsitől a nagyig részt vettek az elkészítésben, és utána pedig ez a látványos dolog, ami kikerült, ez pedig tényleg mindenki örömének szolgál, és mindenkit jó érzéssel tölt el, amikor ránéz és megcsodálja. De van itt lovaskocsi nyuszikákkal is. Két hely település honlapját és fotóit nézegetve jött ez az ötlet, hogy náluk tojásfát készítenek több ezer tojással, náluk is vannak ilyen nagy elemek, ilyen dekorációs elemek, és akkor kitaláltuk Ádám János képviselővel együtt, hogy megvalósítjuk Jászapártin ezt a dekorációt. A kivitelezés nehezítette, hogy a körforgalomba kihelyezett növényeket nem akarták bántani, így nagyon óvatosan kellett elvégezni a munkákat. A városközpontban elhelyezett húsvéti dekoráció elkészítése nagyon sok ember munkája. Rengetegen segítenek abba, hogy ezek az elemek ide kerüljenek, például a közmunkaprogram munkatársai, egy vállalkozó segített a szekeret behozni, amit utána a kabinetiroda dolgozói földíszítettek, illetve az óvodások is kivették a részüket a dekorációs elemek elkészítéséből, ezáltal vált ilyen szépé most a körforgalmi dekoráció. A húsvéti közúti kompozíció az ünnepig biztosan marad, de a kivitelezők már az újabb ötleteken törik a fejüket. Miklósi Krisztián, a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanítóját ismerhetik meg, aki szeptemberben első osztályban fog tanítani. Köszöntöm nézőnket, Miklósi Krisztián, a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanító bácsiával beszélgetünk. Így furcsa is kimondani, hiszen nem nagyon jellemző, hogy ezt a pályát választják a fiúk 18 éves korukban. Ön miért lett tanító bácsi? Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát a tanulmányait én a mostani Kovács Mihály általános iskola, akkor még Kávin 9 iskolában végeztem, és az ottani nagy, úgymond nagy példaképeim, tanáraim hatására választottam én ezt a pályát. A Sárika néni Katona Mihályné, Sárika néni Halászné Margó néni, a Éva néninek ő volt az osztályfőnököm, és azért választottam ezt a pályát, mert nagyon szeretem a gyerekeket, és szeretek a gyerekekkel foglalkozni. És amikor végzett, rögtön a Györfibe került? 2000-ben kerültem ide a Györfi István Katolikus Általános Iskolába. Pánti Ildikó néni vett föl engem ide dolgozni, és az ő inspirálására, illetve támogatásával kezdtem itt meg a munkámat. Akkor, amikor ide került, akkor azért még nem nagyon volt jellemző, hogy férfiak is tanítók lesznek. Hogyan fogadták az akkori elsősök?
Hát igen, furcsa volt. Igazából én ugye a Békés Csomán végeztem a Körösi Csoma Sándor tanítóképző főiskolán, mint tanító, bár egyelőre ott sem volt túl sok fiú. Hát amikor ide kerültem, igazából szeretettel fogadtak, nem úgy néztek rám, mint egy úgymond egy kuriózumra, így van. És szerintem hamar megszokták. A kollégák is megszokták. Szerencsére van még férfi tanító kollégám, úgyhogy nem én vagyok igazából itt az egyetlen, és a hosszú évek elteltével meg aztán teljesen elfogadtak, így mint férfi tanító bácsit, úgymond. És így elsősökkel kimondottan azt hiszem, hogy 8 vagy 9 éve foglalkozom, tehát nekik is egy kicsit szokatlan volt ez, hogy ilyen picikkel vagyok, de szerintem teljes mértékben elfogadták, és az összhangot megtaláltam velük. Mennyiben nehezebb vagy könnyebb esetleg délutánosnak lenni, vagy éppen nagyobb a felelősség, hogy segítsen a délelőttös párjának, tehát egy picit erről beszéljünk. Természetesen nagyon fontos, mivel hogy egésznapos oktatás van, nagyon fontos a délelőtti kötelező tanórák mellett a úgymond a délutáni foglalkozás is. Ugye ezeknél a pici gyerekeknél az óvodából az iskolába való átjövetelnél, úgymond, vagy a szokásoknál kialakulásában nagyon fontos szerepet játszik a napközis foglalkozásoknak, illetve a délutáni oktatás, tanulás. Hát ebbe beletartozik nem csak maga a tanulási idő, hanem a szabadidős tevékenység, ugye, ami délelőtt ugye a szüneteken kívül inkább a délutáni foglalkozásokra, a délutáni időre jobban van lehetőség. És ugye, mint tudjuk, ugye az újból átjövő gyerekeknek a játék az a mindenük. Tehát a játékkal lehet őket megfogni, a játékkal lehet őket itt késztetni, vagy hogy minél intenzívebben megszokják, minél hamarabb megszokják az iskolai szabályokat, és ezt kihasználva próbálom segíteni a délelőttös kollégákat, ugye arról nem beszélve, hogy délelőtt nem mindenre van idő a 45 perces órákon, és a délutáni foglalkozásokon a gyakorlás nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon fontos a gyerekeknek. Illetve, hogy a szülőket mentesítsük az alól, hogy még otthon ugye csak az a minimális kis gyakorlás marad, ami még esetleg a rákövetkező nap óráira szükséges. Szigorúnak tartja egyébként magát, vagy inkább ilyen engedékenynek? Ám épp az ellenkezőleg engedékeny, néha még túl engedékeny is vagyok, ezt néha meg szoktam azért kapni, de tartom azt a minimális határt, ugye, mint amit egy pedagógusnak azért kell tartani, de azért én úgy gondolom, és azért is szoktak rám úgy felnézni, talán mint egy pótapukák itt a gyerekeknek, ugye pótanyukákból itt elég sok van, pótapukákból kevesebb, és azért szoktak így rám felnézni, mint a pótapukájukra. És természetesen nem vagyok szigorú egyáltalán. És hát mindenben benne van, gondolom, minden játékban benne valamit a gyerekekkel közösen végeznek. Így van, minden játékban, mind a mellett, ugye én a készségtárgyokat, tehát alsóban tanítom testnevelést, rajz, technika, és ugye nagyon szeretnek a gyerekek óvodából hozott kézműveskedés szeretete, illetve maga a mozgás, a sport, ez mind játékos formában, és ezt ugyanígy a napközi és foglalkozásokon is meg lehet valósítani. Mi jelenti önnek a kikapcsolódást? Hát én nekem a kikapcsolódást, hogyha a gyerekekkel játszhatok, szabadabban lehetünk, nyilván vannak kötelező dolgok, ugye a házi feladat elkészítése és a gyakorlás, stb., de amikor egy kicsit szabadabbak a programok, és több lehetőség van ilyenkor közelebb kerülni egymáshoz, mármint a gyerekek és köztem lévő kapcsolat erősítésére, ez nekem kikapcsolódást jelent. És hogyha hazamegy, letesz itt az iskolában a lantot, akkor mivel foglalkozik legszívesebben? Hát a feleségemmel szoktunk közös programokat szervezni, illetve olvasással szoktam eltölteni az időt általában. Én azt kívánom, hogy akkor szeptembertől is legyenek nagyon jók az elsősök, és nagyon sok tudást tudjon ön is nekik átadni. Köszönöm szépen, és ugyanúgy, ahogy a kolléganőm is mondta, mindig nagy várakozással és izgalommal tölt el bennünket ez az időszak, hiszen ugye a kis óvisoknak a jövetele az mindig egy nagy izgalmat jelent, pláne most ebben a vírushelyzetes időszakban, amikor sajnos nem úgy működött most itt az iskola előkészítő, illetve online formában, tehát ez idáig mindig ugye fizikailag ott voltunk, tehát kontaktusban voltunk velük, tehát ismertük a gyerekeket, megismertük az iskolai előkészítők folyamán, most pedig sajnos csak ilyen online formában, és ez így dupla izgalmat hoz számunkra. Több tényező is az áremelkedés irányába mutat, így például dráguló munkaerőköltség, vagy az extrém időjárás.
Ezzel szemben viszont végeredményben a kereslet és a kínálat fog dönteni. A koronavírus járvány ugyan alaposan felforgatta a piacokat, számos egymással ellentétes hatású történés kiváltva. Hát az a gondjunk, hogy szerintem mindenből kevesebb fogy, mint eddig. Szerintem, ha elmenne ez a nagy betegség, akkor mindenki élénkülne, jönnének, mindenki fél, kevesebbet vesznek. Ez mit jelent átlagban, hogy eddig a vírus helyzet előtt mennyit vásároltak, akár kilóba mondva, illetőleg most jelenleg a vírus helyzetben? Jóval kevesebb mindenből. De nem is jönnek föl sokan vásárolni. Tehát vagy küldenek valakit, kevesebb fogy mindenből. Átlagban hogy szokott történni, hogy több napra vásárolnak meg, ebből a kevesebből is, vagy pedig van egy hétvégi főzés, egy nagy főzés, és akkor mondjuk csak arra, hogy szokott zajlani? Én szerintem itt inkább a hétvégi főzés. Hétfőre nem is nagyon vásárol, mert eszi a vasárnapi maradékot. Kevesebb, jóval kevesebb. Mit visznek, soroljuk már fel zöldségekből, gyümölcsökből? Hát az idényeket vinnék, ha lenne szamóca, még ugyanitt nem volt. A körtét, az almát szeretik, amelyik mutatós, paradicsomból jóval kevesebb, keresik a zöldhagymát, majd a piros retket. Az idényszerűt, azt már most lassan várják. Ugye jön a húsvét, ahhoz kell majd a piros retek, sóska, ilyes, azokat keresik, de még nincs igazán. Az árakban történt-e változás, és hogyha igen, akkor miből és mennyi? Az alma emelkedett és a körte, a mandarin, mivel megy kifele, emelik az árát, tehát az már úgyis idénygyümölcs volt, mondhatni voltnak, mert már nem nagyon van, de nem is keresik annyira, mint december meg január körül. Városunk lakóit arról kérdeztük, hogy mit szólnak az esetenként 15%-os áremelkedéshez, melyek a legfőbb nyersanyagok, amiket keresnek, és milyen mennyiségben veszik azokat. Félét, mindent, mert azt eszem, és meg almát, gyümölcsöt, ugye almát, gyümölcs, ezeket veszem, én mindenből veszek néhányat, nem messze vagyok, és akkor mindig kijövök, hogy újabbat vegyek, mert tartani nem nagyon tudom. Mit tetszett tapasztalni a zöldség, gyümölcs árakban? Borzasztóan megy fel mindennek az ára, nagyon drága, nagyon. Ez forintban kifejezve esetleg az előző időszakhoz képest mit jelent? Hát jelent százasokat. Százasokat jelent, nagyon sokat jelent, és de hát amíg tudjuk, megvesszük mi is idős emberek. Miből mennyit tetszik vásárolni? Zöldségből, gyümölcsből? Nem, de nagyon szeretjük a zöldségeket, gyümölcsöket. Sárgarépát akarok venni, almát, de csak az édesalmát szeretem, narancsot. De káposztát, zöldséget, sárgarépát, karfiót, mindent nagyon szeretünk. Az árakban mit tapasztal? Emelkednek. Forintban, százalékban esetleg kifejezve mi mondható el? Van, ami 50%, van, ami 20%, melyik hogyan. Nem tőlünk függ sajnos. Hamarosan jönnek az idén jellegű zöldségek, gyümölcsök. Nyilván az áruk is valamivel magasabb lesz. Ön fog belőle beszerezni? Hogy szokott ez zajlani az ön családjában? Nem nagyon. Talán a karalábé vagy saláta, de olyan, hogy 1200 forintos földiepret vagy 2000 forintosat nem veszek. Hát van az udvarunkon a szülői háznál, de csak ugye földön termő, úgyhogy az nincsen azért leszalmázva vagy valami, de hogyha ott terem, akkor majd abból szedegetünk. Van egy sárga barackva, reméljük, hogy terem. Hát nagyon meg kell nézni az árakat. Szívesen megennénk mindent. És egyébként mi a véleménye arról, hogy hol jobb vásárolni, egy szupermarket, hipermarketben vagy a piacon, és miért? Én jobb szeretek a piacon vásárolni. Itt azért nem tesznek hozzá annyit különbözetet, mint egy szupermarketben. Esetleg egészségesebbe vagy másféle termesztésű-e az itt vásárolt zöldséggyümölcs? A viszonteladó nem igazán tud róla véleményt mondani, viszont vannak őstermelők, és én azokat már nagyon várom. Van, akihez nyáron szívesen járok, mert tudom, hogy a saját paradicsomi, a saját paprikája, a saját retke. Majdnem, hogy szomszédok voltunk. Hát a fajtákat meg újból kellene tanulnunk. Elfelejtettük.
Látunk itt a zöldséges, gyümölcsös standon nagyon szép szamócákat. Keresik-e már a szamócát? Honnan való, mennyibe kerül? Görögországból jön a friss eper. Olyan túl nagy igény nincsen rá, mert na, drága, 3000 kilója, úgyhogy csak csipegetik, de amúgy nagyon jó ízű, szép, friss. Úgyhogy... Egy vételre mennyit szoktak vinni belőle, tetszett említeni, hogy csipegetik? Hát 10-20 dekát, meg 2-3 szemet, meg így, úgyhogy dobozonként nem nagyon szoktak vinni, mert na, drágáják. De különben a magyar eper is elejében nem lesz olcsóbb, mint 3000 forint. Árakban emeltek-e, vagy csak tényleg annyit, amit... Nagyon drágák az árak, úgyhogy minden, hát almát mondjuk már külföldiek vannak, meg hát minden, szinte minden külföldről jön, és a tavalyihoz képest bizony drágább minden, úgyhogy túl sok vásárló nincsen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!